Lukács Zoltán képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház! Most már egy ideje borzolja a kedélyeket az országban az a példátlan eset, hogy közalkalmazottak százezrei nem jutottak idejükben a munkabérükhöz. Azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben nem nagyon volt példa, hogy egy kormány annyira el volt foglalva azzal, hogy kiépítse a lopás alapú kormányzást, hogy közben elfelejtették kifizetni a fizetéseket a közalkalmazottaknak. Százezrek várták idejében a fizetésüket az egészségügyben, a rendvédelemben, a hivatalokban, és nem kapták meg azt. Én azt gondolom, hogy ez példátlan, és ennek a felelőseit meg kell keresni. Én azt kérdezem a miniszter úrtól, hogy kik azok, akik felelősek azért, hogy közalkalmazottak százezrei hiába várták a fizetésüket Magyarországon, kinek a zsebébe folynak be a ki nem fizetett fizetések kamatai, a felelős kormánytagok vállalják ezért a felelősséget, illetve a hozzátartozó tárcáknál kiderítették-e már a felelősséget, és a felelőseknek vajon a felelősségre vonásuk meddig késik. És azt is meg szeretném kérdezni, hogy akkor is ilyen sokáig késtek volna ezek a bérek, hogyha mondjuk a felelős tárcák vezetőinek a saját vagyonukkal kellett volna helytállni ezekért az ügyekért. Tisztelt miniszter úr, ezek a családok nem állnak úgy, hogy akár egy vagy két hetet is el legyenek a fizetésük nélkül. Ezek a családok ma Magyarországon sajnos az egyik fizetéstől a másikig élnek, és önök óriási zavart és nehézséget okoztak ezeknek a családoknak azzal, hogy képtelnek voltak arra az egyszerű feladatra, hogy időben kifizessék ezeknek a közalkalmazottaknak a fizetéseit. De azt kérem, hogy ezt azonnal pótolják, és azt is kérem, hogy a felelősöket állapítsák meg, és ők vállalják is a felelősséget ezért a hibáért. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszadásra megadom a szót Varga Mihály miniszter úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Abban önnel természetesen egyetértek, hogy mindenkinek meg kell kapnia tisztességesen a bért, lehetőleg az adott jogszabályokat betartva a határidőre. A kincstár az elmúlt években ezt a munkát végezte el, és ezt a munkát végzi a jövőben is. Hagy tájékoztassam önt arról, hogy egy-egy hónapban, a legutóbbi adatok szerint, 849.270 főnek a fizetését számfejtik intézményekkel együtt a kincstárban. A kincstárhoz tartozik 12.895 intézmény, amelynek a számfejtés részben el kell végeznie. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük azt a problémát, amit ön felvetett, innen kell kiindulnunk. A kincstár rendszere 2001 óta változatlan. Az elmúlt években egy olyan fejlesztést indítottunk el, amely ezt a számviteli rendszert átállítja egy olyan informatikai rendszerre, amely megfelel a kor követelményének. Ez az átállás november hónapban megtörtént, november 5 és 16-a között ez az átállás megtörtént. A kincstár ennek megfelelően már a november havi béreket is számfejtette a hó végeztével, és ezeket az adatállományokat december 2-áig megküldte ennek a több mint 12 ezer intézménynek. Ettől a pillanattól kezdve az intézményeken múlik, hogy a kifizetéseket milyen ütemben valósítják meg. Nyilván egy utóellenőrzést végeznek ebben az adatállományban, de amikor ez megtörténik, az utalást meg kell tenniük. Amikor pénteken az ön által felvetett hír megjelent, azonnal intézkedtem, hogy a kincstár minden egyes bejelentést vizsgáljon meg. Ez alapján tájékoztatom a tisztelt házat, hogy péntektől elkezdve egészen a ma reggeli napig 21 bejelentés érkezett. Ebből a 21 bejelentésből 15 volt értékeltő. A kincstári kollégák megnézték ennek a 15 bejelentésnek a lényegét. A klik esetében történt olyan, hogy egy későbbi számfejtés miatt a mai napon kapták meg a dolgozók a pénzüket, de egyébként minden intézményben a kifizetés a szükséges határidőkre megtörtént. Kérem képviselőt a tájékoztatásom tudomásul vételére. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg képviselő urat. Miniszter úr, az, hogy több százezer emberből, aki pórul járt önök miatt, összesen 21 fordult önökhöz, ez mutatja az önök irányába megnyilvánuló bizalmát a közszférának. Azt kell megértenie,
miniszter úr, ön megértést kér tőlem, kérhet megértést, csak ezek a családok rendkívül nehéz helyzetben vannak ma is. Ezek a családok nem tudnak egy-két hetet sem a fizetésük nélkül meglenni, főleg itt az ünnepek előtt. Ezeknek a családoknak arra kell, hogy kifizessék a gyereknek az óvodát, hogy befizessék az étkezést, hogy kifizessék a telefonszámlát, vagy kifizessék a villanyszámlát. Ha ezeket ők nem teszik meg, akkor konkrétan kár éri őket, hiszen késedelmi kamatot is kell fizetni. Még egyszer azt kérem önöktől, egyfelől figyeljenek oda arra, hogy ne működjenek annyira jól azok az átalakítások, hogy az emberek ne kapják meg a fizetésüket, működjenek csak olyan rosszul, hogy eddig megkapták a fizetésüket. Végpedig azt is szeretném kérni, hogy a felelősöket szeretnénk látni, és az ő felelősségre vonásukat is szeretnénk látni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A viszontválasz megilleti a miniszter urat is. Tisztelt képviselő úr, úgy látom, nem figyelt a válaszomra, ezzel meg kell ismételnem önnek. Ami bejelentés hozzánk érkezett, és ami nem a kincstáron működik, még egyszer hangsúlyozom, hanem az intézményeken, azokat kivizsgáltattuk. Ezeknél az intézményeknél a fizetések átutalása megtörtént. Ahol ilyen problémát láttunk, az a Klik rendszere, és van egy-két olyan intézmény, ahol egyébként a december 5-i helyett december 10-i határidővel történnek meg a kifizetések. Hát azt tudom önnek mondani, hogy azt a rémhírterjesztést, amit eddig csinált, az fejezze be. Rémhírterjesztésből 5-ös, kitűnő, de valóság ismeretből elégtelen az, amire ön vizsgázott az elmúlt napokban. Az emberek megkapják a fizetésüket, azon dolgozunk a kincstárral, hogy ahol bármilyen technikai probléma fölmerül, ezt kijavítsuk. Azt kérem öntől, még egyszer mondom, fejezze be a rémhírterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr.